Ez a három gépjármű segíti a jövőben a Torna megyei katasztrófavédelem és a Bátaszéki önkéntes tűzoltó parancsnokság tevékenységét. Az átadó ünnepségen Balázs Gábor parancsnok arról beszélt, az elmúlt hat esztendőben a megye védelmét szolgáló technikai bázis jelentősen megújult. Én ünnepnek is neveztem ezt a mai napot, hogy ismét gazdagodott Tolna megye, és ismét a Tolna megyei lakosoknak a biztonsága nőtt. 5-6 éven keresztül olyan támogatást kapott Magyarország kormányától, a belügyminisztérium keresztül a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság, ami én azt gondolom az elmúlt 20 esztendőben nem volt tapasztalható, nem volt látható, és ezt nem én mondom, hanem ez volt tűzoltó parancsnokok, volt megyei parancsnokok mondatják velem, de ezt én büszkén fogadom. Tolna megyébe érkezett 2016-ban Dombovára egy magasból mentőszer, egy létraszer, vadonatúj. Érkezett a 108 magyar gyártású Rába Hérosz gépjárműfecskendőből 3 darab, minden hivatásos egységnél ez szolgál. És hát most megérkeztek azok a gépjárműtechnikai eszközök, amelyek hiánypótlóak, hiszen Szekszárdon mindenki tudja, hogy a szurdikok megközelítése, egy ottani káreseménynek a gyors helyszínre érkezése, az nem volt egyszerű számunkra. Ezzel a Volkswagen Amarok típusú gépjárművel, erdőtüzes gépjármű a hivatalos neve egyébként, ezzel ez megoldódik. Egy fél rajt, tehát 1+3 főt kényelmesen tud szállítani, és a teljes málhát egy magas nyomású fecskendővel tudja a helyszínre juttatni, amely a kezdeti, de nem kicsit, tehát ne arra gondoljunk, de a kezdeti tüzeknek az oltására kiváló, hiszen magas nyomással vizet porlasztva tényleg még azért a nagyobb tüzeket is képes önállóan felszámolni, bár úgy tervezzük, hogy ez egy másik gépjármű fecskendővel fog együtt vonulni. Tehát ez a gépjármű számomra különleges élményt jelent az, hogy egy olyan hiánypótló gépjármű is érkezett, amely a katasztrófavédelmi műveleteknek a magasabb kiszolgálását teszi lehetővé. Ez a megyei műveleti szolgálatnak a gépjárművelet, amelynek elsődleges célja a magasabb szintű beavatkozásoknak a biztosítása, tehát hármas vagy a fölötti tűzeseteknek, műszaki mentéseknek az irányítása, mindenféle technikai eszközzel, az okos eszközöktől kezdve a hagyományos, mondjuk tűzoltó készülékig minden megtalálható benne, de itt is a lényeg a gyors, biztonságos helyszínre jutásnak a biztosítása, és talán ami a másik legfontosabb, az események utáni helyszínelési feladatoknak, a kárhelyszínnek, a tűzvizsgálatának a lefolytatása és annak eredményeinek beépítése majd a megelőző tűzvédelembe, ez nagyon-nagyon fontos. Talán azzal kellett volna kezdenem, hogy mekkora eredmény az, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Belügyminisztérium pályázatából évek óta folyamatosan fejlesztést támogatja mind az önkéntes tűzoltó egyesületeket, mind pedig az önkéntes mentőszervezeteket. Tolna megyében is az önkéntes mentőszervezetek támogatása most már olyan méreteket ölt, hogy majd 20 milliós gépjárműtechnikai eszköz felszerelés érkezik a megyébe. Amit mögöttem látunk, ezek az eszközök, ma a bátaszéki székhelyű Cikádor mentőszervezet részére került átadásra. Ez egy Volkswagen Amarok hivatalosan logisztikai gépjármű. Azt jelenti, hogy a KEHOP polgári védelmi mechanizmusának projektjéből valósult meg, és alapvetően ár- és belvízvédekezési, a helyszíni káresemények felszámolási feladatai támogató eszköz, amelyben ugyancsak informatikai eszközök, távközlési eszközök és olyan málhaegységek vannak, amelyek a kint helyszínen dolgozó kárfelszámolók támogatását és összekötetését hivatottak biztosítani. A gépjárműveket a megyei ünnepséget megelőzően Konrád Károly miniszterhelyettes és Gara Zoltán katasztrófavédelmi főigazgató adta át. A Tolna megyei három gépjármű része annak a flottának, mely 63 speciális gépkocsiból áll, melyek megkönnyítik az önkéntes és hivatásos egységek munkáját. A Bátaszéki önkéntes tűzoltó szervezet vezetője azt mondja, nagy segítség a védekezésben a most kapott autó. Mindenféleképpen nagyon nagy segítség lesz ez a gépjármű mind technikai tudásában, mind felszereltségében abban, hogy akár egy nehezen megközelíthető kárhelyre a kollégák ne gyalogosan közelítsék meg, amit van egy korszerű autó, és nehéz is egyébként erre szavakat találni. Tekintsük ezt egy születésnapi ajándéknak, hiszen idén 150 éves a tűzoltóság, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez a gépjármű ez Bátaszékre kerülhetett, ez talán a legnagyobb születésnapi ajándék nekünk.